Jól jártál, drágám. Fáradt vagyok. Margit, hol a nővéred? London, a győzelem napja. Véget ért a németek elleni háború. Ez a győzelem napja Európában. Olyan különleges a mai nap. Mi meg mintha zárdában éltünk volna az elmúlt 6 évben. Szeretnénk kimenni a tömegbe. Azt nem lehet. Egy napon királynő leszel, Erzsébet. Tudom, anya, de Margittal mi is ünnepelni szeretnénk. Hadd menjenek. Ki tudja, lesz-e még alkalma? Egy soha nem hallott történet alapján. Inkognitóban megyünk. Nem árulkodó kissé a fejdísz, felség. De... Pryce százados és Báricskő hadnagy lesznek a kísérőitek. Kísérőink? Elkísérnek a Ritzbe, és egész éjjel veletek maradnak. Hey. Ideje lenne egy gyors italnak. Kettőt! Gyere, Erzsébet! Margit! Hogy áll meg a busz? Nyomja meg azt! Lizzie! Jack. És most hova? A Chelsea laktanya? Trafalgar tér. Soho. Egészség. Ma magunk urai vagyunk. Elmehetnénk táncolni. Jó estét. Anya olyan mérges lesz. Hol vannak? Keressék meg őket. Engedjék el! Miért ki maga? Erzsébet hercegnő. Hercegnő? Amikor végre eljött a béke... Egész éjjel hazudott. Ma a kutyát se érdekelte, ki vagyok. Magának köszönhetően végre teljesen hétköznapi lehettem. Életem legkülönlegesebb éjszakáját. A trónörökös megtalálta a szabadságot. Nem lesz velük semmi baj. Remélem. Vicces és szívmelengető. Azt hittem, a hercegnőknek mindenük megvan, amit akarnak. Mi van, ha az igazi énem valami mást akar? Vajon tudják-e az emberek, micsoda új világhajnalát látják? Erzsébet világájét. Hercegnők éjszakája. Apropó, mit jelent az, hogy kupi? Október 1-től a mozikban.